Ezek azok az óriás kaspók, amik kikerültek a pécsi magaslati úton a járta mellé. A kivágott fákat akarták így pótolni, azonban sokan ízléstelennek, nem odavalónak tartják őket. Erről szólnak a posztok a legnagyobb közösségi oldalon. A belváros képviselője szerint ennél nagyobb baj is van a Mecsek oldalon. A Mecsek oldal zöldítése az nem ott kezdődik, hogy 8-10 ilyen kaspóba elültetnek néhány olyan fát, ami majd 20 év múlva esetleg valami biológiai aktivitás értékkel is bír, ráadásul stílustalanul. Hanem ott kezdődne a zöldítés, hogy nem adnak ki újabb és újabb engedélyeket a Mecsek oldal beépítésére. Itt mögöttünk is látható, az elmúlt egy évben növekedett ki ez az épület is, de van több. Ami viszont nagyon jelentős területet von el a zöld feletből, hiszen ott egyébként fák, bokrok, cserjék voltak, mint ahogy itt ezen a területen is. Úgyhogy ha valamire ezzel az üggyel fel lehet hívni a figyelmet, akkor erre mindenképpen, hogy zöldíteni úgy lehet itt a magaslati úton, vagy akár a Surányi úton, hogyha nem építik be újabb és újabb társasházakkal a területet. Ez az épület került ide az elmúlt hónapokban, amihez fákat kellett kivágni, mondja a politikus. Kővári János azt mondja, a kaspók pedig olyan helyre kerültek, ahol korábban több évtizedet megélő fák voltak. Ezért érthetetlen, miért így pótolják azokat.